született ember, akit Jézus meggyógyított, így szólt: hiszek, Uram, és legújulva imádta őt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Jézus Krisztustól, a mi úrunktól, aki önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson bennünket a jelenlevő gonosz világtól, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség is, örökkön örökké. Amen. Fennállva a 25. Zsoltár első versében dicsőítsük Urunkat, felé irányítva a figyelmünket és szívünket és énekeljük: szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Mindannyian Krisztus tanítványainak tudhatjuk magunkat, akik magunkon hordozzuk a keresztség jelét és pecsétjét, és mint ilyenek megszólítva is érezhetjük magunkat, amikor az ő szavait halljuk a keresztség parancsában, mert ő hatalmazott
fel bennünket valahol keresztséget ünnepeljünk közösségben. Mivel ezek a szavak mindannyiunkra vonatkoznak, fennálló életünk egészét megnyitva előtte, hallgassunk ezt. A Úrunk, miután feltámadt a halálból és mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal fordult az ő tanítványaihoz. Nekem adatok minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, megtanítva őket mindarra, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen. Ebből az igéből a legvégség ígéretet emelem ki, mert ez ragadta meg a család szívét, ahol Jézus azt mondja, íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen. A gyülekezet foglalja. Megragadott benneteket ez az ígéret, és így is írtátok le, és mondtátok, hogy Jézus veletek lesz a világ végezetéig, utána személyesre vettétek a fogalmazást, hogy mi is a gyermekeinkkel leszünk az életünk végéig. A gyermekét szerető szülő szándéka valami szinte szentséges emelkedettséget tartalmaz. Az, hogy jobban, rosszban, ott tovább lenni a gyereke mellett, segíteni a jóban, a jó felé megakadályozni a rosszat. Egy szeretet alapú, végtelenül értékes és szép szándék ez, de egy véges szándék. Mert a legjobb, a legszentebb emberi állatározás dacára sem tudunk mindig ott lenni a gyereke. Még a saját életünk végén sem, mert ő járja maga útját, főleg amikor már ekkora legényé cseperedett, azért vannak olyan utak, amiket már szinte önállóan jársz be, ugye? Van ilyen járt? Bárha azt megbeszéltem, nem tudunk mindig ott lenni vele, nem tudjuk mindig éreztetni szeretetünket és jelenlétünket, bár nyilván a gyermek a szívét tudja zárni azt a szeretetet. Ezért is rejlik hatalmas biztatás Krisztusnak azokban a szavaiban, amik megfogtak benneteket, mert Krisztus ígéretében kifejezi, hogy van egy tovább a szeretetben, mint amit az ember adni tud. Nagyon jól mondtátok, írtátok, hogy mi is gyermekeink mellett leszünk életünk végéig. És az ezért van, hogy végezhetünk. Viszont a szeretettel, ami fölött áll, az élettel, ami fölött áll, az állandósággal, ami magába foglalja a mi esendőségünket, és csak biztos tud megajándékozni. Ő viszont kész megajándékozni ezzel, hát ezt ígéri a maga parancsában. És amikor itt van az idő, hogy együtt tudjátok érezni az ő parancsát, hogy veletek van minden napon, megtehetitek ezt emberi közösségben is. Amikor pedig az az idő van, hogy egymástól távol kerültök valami miatt, mert cseperedünk és önálló utakat is bejárunk, Krisztus ígérete akkor is kísér bennünket, és ha egymástól el is válunk, néha térben, időben, testben, ha Krisztus jelenlétében tudunk élni egyen-egyenként, akkor Krisztuson keresztül működik egy egészen titokzatos kapocs, ami egybe tart bennünket is, ami Krisztushoz fűz, ami egy biztos felfüggesztést ad ebben a veszelő életben. Nincs olyan körülmény, ami ezen a biztonságon, ezen a bizonyosságon változtatni lehetünk képes. A mi jelenlétünkön változtat sok minden. Idői beosztás. Amikor beosztat a szolgálatba, és az idősebb Jánosnak ott kell lenni, és emberekkel segít, próbálja vinni a mentést. Vagy az, ami egy szeretet, ami persze mindenhol igyekeznének kísérni a gyermeket, de itt is közben jönnek dolgok. Krisztus az, akinek nem jöhet közbe semmi. Ő az, akinek az ígérete nem pusztán szándék, hanem valóság. Ő az, aki ott tud lenni Jánossal, még akkor is, amikor fogalmazik, vagy éppen vadul, hogy a lába is majdnem beszéltek, vagy a keze is. De ott tud lenni. Ő ott tud lenni, akkor is, amikor a szülő már nem tudott lenni. És ez akkora bizonyossággal adja ezt az ígéretét, hogy azon a jelben és pecsétben, amit mindjárt ünnepelni fogunk, amit mindjárt a homlokodra tudsz fogadni, azt is megpecsételni, hogy minden egészen különböző vonal kezdődik és indul, amilyen biztosan érezni fogod mindjárt a homlokodra.
önmagában tart, és adja maga jelenlétének az ígéretét. És nem csak ígéretként adja ezt, hanem közösségként meg is éli. Újra és újra annyira jelen van az életünkben, hogy kész megszólalni. Így figyeljük oda a Szentírás szavára, amifelé nyilhatunk mindannyian, és érezhetjük benne Krisztus közelségét. Amilyen biztosan minden érezni fogod a vizet, János, olyan biztosan kész adni Krisztus mindazt a jót, amit ő elkészített. Kész adni a bűnbocsánatot, kész adni az örök életet, a magával való végtelen szövetséget, a kegyelmet és a szeretetet, ami megélhető egyenként és megélhető közösségben is. Kérjük is az Úristent, hogy tud így fogadni. Már nagyon sok mindent megtanultál az Úristenről. Visszafogottan nyilatkozol, de a szemed villanásaiban azért néha látszik. Karolvédikől is sokat tanultál már. A közös beszélgetésünkből is tanultál már. És az a nagyon jó, hogy a családban való beszélgetésekben folytatódik az tanulás. Meg utána bekapcsolódhatsz a gyülekezetben folyó beszélgetésekben is. Ahogyan a társaiddal együtt itt lehetsz akár távolban is, és erősödhetsz Krisztus jelenlétének az érzésében, a megtapasztalásában. Szívből kívánjuk neked, kérjük magunkra nézve is, hogy Krisztus ígérete valóságként legyen tapintható az életünkben. Hogy érezzük, hogy ő velünk van minden napon, és kísér a világ végezetéig. Velünk van itt, a Földön is, és ő az, akinek a szeretete és jelenléte akkor sem szűnik meg, amikor ez a földi élet valahol véget él, véget szakad, Vihár fogadta a hívet mindannyian magadokkal ezt a Krisztusi ígéretet, ezt a hatalmas biztatást, ami mindannyiunkat szól, egyben a Krisztusra pecsétként és szövetségként. Az Úr mondja, én veletek vagyok minden napon a világ végezetén. Ámen. Miután az Úristen ígéje szól hozzánk, mi is válaszolhatunk neki, és az Isten szavára az emberi válasz a hitvallás szava lehet. Együtt mondjuk el az egyetemes hitvallást, a Krisztusra tekintő Krisztusban hívő emberek hitvallását leszek. Hiszen egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, hallgatlanul feltámadt a halottak közül, felment a mennyre, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszen Szentlélekkel, hiszen az egyetemes keresztény Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, kedves keresztszülők, kedves János! Hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeket a református egyház közösségében ünneplétek. Azt kérdezem, akarjátok-e, hogy gyermeketek János a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény vagy a Szentegyházba betogathassék? Ha igen, mondjátok, akarjuk. Akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásokat, amihez most a tiéd is hozzájárul. János, szeretnél-e azzal az Istennel szövetségben lenni, aki nagyon gazdag Isten, aki Atya, Fiú, Szentlélek egyszerre, aki kész ott lenni a te életedben, és megajándékozni téged egy közösséggel. Akarsz-e megkeresztelkedni? Ezt a szent elhatározást is áldja meg a mindenható Isten. Most pedig kérjétek-e, fogadjátok-e a gyermeketeket, János úgy nevelitek és neveltetitek, hogy később, de nem is lesz már olyan sokára, később a konfirmáció alkalmával, a hit megerősítés alkalmával önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e, fogadjátok-e? Ha igen, mondjátok, ígérjük és fogadjuk. Isten adjunk testi, lelki erőt, fogadalmat a teljesítéséhez,
Ide pedig jön a vicsőmagban, e felé a fogadalom felé tud haladni. Ebben bátran támaszkodhatsz a szüleid, keresztüleid segítségére, de bátran a hittanoktatód, a lelkészed, a testvéred, a gyülekezet támogatására is. Mert a gyülekezet feladata az, hogy lehetőséget teret és keretet adjon a hitben való nevelkedéshez, a hitben való elmérüléshez. Ez adjon nekünk az Úristen áldást és bölcsességet. Imádkozzunk is ezért közösségben, meghajtva a fejünket. Mennyi édesanyám a Jézus Krisztusban, hálát adunk neked, amiért gyülekezetként előtted lehetünk, amiért a te szavadat, sőt ígéretedet hallhatjuk, amiért itt állhatunk közösségben egy családdal. Hálát adunk neked a szülőkkel és a család minden tagjával együtt Jánosért, akinek a jelenlétével megajándékoztál, és akit kész vagy megajándékozni a magad jelenlétével. Kérjük, Atyám, őrizd meg őt és engedd, hogy testi-lelki épségben a te dicsőségedre nevekedhessél lélekkel is. Tedd őt Jézus Krisztus igaz követőjévé, és segíts minket, szülőket, keresztényeket, gyülekezetet, hogy élő-hitű Krisztus Urunkat követő, fele barátainkat, szerető gyülekezet lehessünk, akik segítséget tudnak adni Jánosnak ebben az erősödésben. Kérünk segíts, hogy ma tett fogadalmainkat teljesítve, embertársaink az áldásról és a te szentelet dicsőségére éljünk közösségben. Amen. János, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Ez a gyülekezet első ajándéka. Örülheted majd ezzel is. János, áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged. Világosítsa mi az Úr az ő orcáját terattad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon neked békesség. Ámen. Titeket pedig áldjon meg az Úr, és erősítsen meg abban a tudatban, hogy a tietek az ő ígéreteik és a ti gyermekeitek. Szeretettel adom át ezt a keresztelési emléklapot, hogyha szabad, ezt már neked adom át. Jó, mert most már testvérek vagyunk a Krisztusban. Jó, egészen szorosan, és a családnak is szeretettel adom át ezt a könyvet, ami segítse a gyermek hitben való nevelését. A gyülekezet és a család is foglaljon a helyet. És folytassuk Isten tiszteletünket, kérve azt, hogy az Úristen segítsen bennünket a hitben. A 479-es kedves énekünk első évversét énekeljük. Kinyit taníts, Uram, kérjük, taníts. Gyermeki nagyiket kérnek taníts. És ha már a gyermekek itt szóba kerültek, hadd biztassa, hogy minden kicsit arról karol a lényével. Találkozva, hogy a gyermekkel, gyermek Isten tiszteletre menjenek, várjuk őket, hogy szeretettel vissza a konfirmáció alkalmára is. Kívánjuk, hogy legyen áldott a ti alkalmatok, kérjük az Isten gyógyozó áldása kísérjük a gyermekeket is. Énekeljük el, kérve imádságban, így taníts, kérni taníts. Kérni taníts,
a mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, aki kész hittel megajándékozni és szent életre kísérni bennünket. Kedves testvéreim az Úrban, Isten igéjét a János írása szerint evangélium 9. fejezetéből olvasom, egy ismerős történetet, amit a református bibliaolvasó kalauz nyomán haladva Biblia vasárnap előtt tanulmányozott egy egyéni vagy családi csendességünkben, de a csütörtök bibliaórát leszámítva nagyobb közösségben nem tértünk ki rá, hogy ma kitérhessünk és megvizsgálhassuk. Most így hallgathatjuk ezt a történetet, mint Isten igéjét, amiből fontos támpontokat nyerhetünk a hit fejlődésének és megerősödésének folyamatára nézve, a konfirmációban nézve. Amikor Jézus tovább ment, tudnélik a templomtól, ahol meg akarták kövezni, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle, Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világosságban vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, salat csinált a nyállal, és rákente a salat a vakon született ember szemeire, vagy így szólt hozzá. Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak, nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ez az, mások pedig az, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette, én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle, akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt, az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta nekem, menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle, hol van ő? Nem tudom, felelt. Ezt a nemrég még vakembert a farizeusok elé vezették, azon a pedig, amelyen Jézus sarat csinált, és megnyitotta a szemét, szombat volt. Ekkor a farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan jött meg a látása. Ő ezt mondta nekik, sarat tett a szemeimre, aztán megmosakodtam, és most látok. Erre a farizeusok közül néhányan ezt mondták, nem Istentől való ez az ember, mert nem tartja meg a szombatot. Mások így szóltak, hogyan tehetne bűnös ember ilyen jeleket? És meghasonlás támadt köztük. Ezért ismét a vakhoz fordultak, te mit mondasz ő róla, hogy megnyitott a szemeidet? Ő azt mondta, hogy próféta. A zsidók azonban nem hitték el róla, hogy vak volt, és megjött a látása, amíg oda meghívták a szüleit, és meg nem kérdezték tőlük, a ti fiatok ez, akiről azt állítjátok, hogy vakon született? Akkor hogyan lehetséges, hogy most lát? Szülei pedig így válaszoltak, azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született, de hogy most mi módon lát, azt nem tudjuk, és hogy kinyitotta meg a szemét, azt sem tudjuk. Tőle kérdezzétek meg, nagykorú már, majd ő beszél önmagáról. Ezt azért mondták a szülei, mert féltek a zsidóktól, mivel a zsidók már megegyeztek abban, ha valaki Krisztusnak vallja őt, azt ki kell zárni a zsinagógából. Ezért mondták a szülei, nagykorú már, tőle kérdezzétek meg. Odahívták át másodszor is a nemrég vakembert, és ezt mondták neki, dicsőítsd az Istent, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Erre ő így válaszolt, hogy bűnöse nem tudom. Egyet tudok, bár vak voltam, most látok. Ekkor megkérdezték tőle, mit tett veled, hogyan nyitotta meg a szemeidet. Ő így válaszolt, megmondtam már nektek, de nem hallgattatok rám. Miért akarjátok ismét hallani, talán ti is a tanítványai akartok lenni? Megszitták, és ezt mondták, te vagy az ő tanítványa.
Mi a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de erről azt sem tudjuk, hogy honnan való. Az ember így válaszolt nekik, ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok, honnan való, mégis megnyitotta a szemét. Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket. De ha valaki Isten félő és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Örök idők óta nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta volna egy kakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. Erre így feleltek neki. Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket? És kiközösítették. Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle. Hiszel te az ember fiában? Ő így válaszolt, ki az Uram, hogy higgyek bennem? Jézus így felelt neki, látod őt, és aki veled beszélek, ő az. Erre az ember így válaszolt, hiszek, Uram, és leborulva imádtam őt. Amen. Isten szent lelke cselekedje az ő jelenlétének ajándékában, hogy megérhessük az ő szavát és üzenetét közösségként. Jöjjetek ezért imádkozni! Mindenható Istenünk, örökkévaló édesanyánk Jézus Krisztusban, magasztalunk téged azért, amiért te szereted és nem hagyod vakságban a rád érzéketlenségben született embert. Magasztalunk, amiért ma is lehetővé teszed számunkra, hogy lássuk, hittel tapasztaljuk a te kegyelmedet, amivel körülveszed életünket, körülveszel bennünket a ragyogó idő és a gyülekezeti közösség révén. Egyen-egyenként is halljuk szavadat, amivel kész vagy a hitünkkel kísérni minket, és megajándékozol azzal a lehetőséggel is, hogy egymás hitele és hitvallása által is épüljünk. Köszönjük, hogy a konfirmáció vasárnapján kifejezetten ezt a megerősödést ünnepelhetjük, amit az imént hallott történetben láttunk, kérhetjük és tapasztalhatjuk is ezt az erősítő kegyelmet. Bűnbánattal és töredelmesen valljuk meg, Urunk, hogy mindezekre a segítő eszközeire szükségünk is van, mert magunktól hajlamosak vagyunk egészen megfeledkezni rólad, egészen belefeledkezni önmagunkba. Hajlamosak vagyunk még arra is, hogy itt a templomban lévesen rád figyeljünk, hanem valami más motoszkáját. Könyörgünk is most hozzád, erősítsd a mi hitünket, a mi rád figyelésünket szent lelked által. Vegyél el a szívünkből mindent, ami akadálya lenne annak, hogy rád figyeljünk, és adj, helyezd életünkbe a te szabadat, hogy megélhessük a veled való közösségünket, és megerősödhessünk abban, hogy az igével való mai találkozásunk valóban konfirmáció, hitbeli megerősítés a te kegyelmed munkájára való rácsodálkozás legyen mindannyiunk számára. Jézus Krisztusért könyörgünk, hallgass meg minket. Amen. Készüljünk a hirdetett ige meghallására énekszóval is. A 25. Zsoltár második versében énekelve kérjük, Utaim, Uram, mutasd meg, hogy el ne tűnvejegyen. Te ösvényedre taníts meg, hogy kell intézni menésen. Azokat a testvéreket is biztatjuk, hogy vegyék kezükbe az énekes könyvet, akik nem rendszeresen vannak itt, ha a padban látnak maguk előtt ilyen könyvet, látjanissák ki a 25. Zsoltár második versét. Thank you.
Istennek igényét, amelyel megszólít a tengert, és amely nyilván megfelelő segítségével is várva az ő üzenetét szeretnénk hirdetni közöttetek is. Az imént már hallott részből kiemelve olvasom a János írása szerint Evangélium 9. fejezetének 38. versét, a vakon született és meggyógyított ember konfirmáló, hitvalló szavát és cselekedetét leíró verset, ami így szól: hiszek, Uram, és leborulva imádta őt. Ámen. Kedves testvérek, egy egészen hosszú hit és életfejlődési folyamat zajlott le, elsősorban a vakon születetben, ameddig eljutotta maga a vakságából, eddig a hitvallásig, eddig a konfirmációig. Az idén egészében elég távoló történetből három szakasz, csak a legmarkánsabb hitbeli állapotokat emelem ki, hogy érezzünk valamit ennek a folyamatnak az ívéből, és miközben ezt próbáljuk érzékelni az igen nyomán, arra biztatok mindenkit szeretettel, hogy vizsgálja meg saját magára nézve, és hol tart éppen ennek az ívnek az összefüggésében, ennek az ívnek a vonalán, hol tart az Úrral való kapcsolata terén és annak fejlődésében. Az első szakasz, ami elég távol, ez az élet és Úrral való közvetlen kapcsolat nélkül. A kiindulási állapotás minden ember életében ez, az Istentől való elszakadtság, nyomorúsága alapjáraton vakok vagyunk az Isten. Nem veszük észre őt a magunk életében. Így is mutatnám, hogy vakon születettek vagyunk, nincs érzékünk arra, hogy tapasztaljuk az ő közelségét. Pontosan még akkor sem veszünk észre, hogy közel van hozzánk az Isten, amikor ő egészen közel lép. Akkor sem értjük, amikor ő már szól hozzánk. A vakon bukdácsolás, nyomorúsága, a kiindulási állomás, akárcsak a történetünkben a vakon született esetében. Fájdalmasan döbbenetes pedig az, ezt a történetet látva is, hogy az ember meg tud végülni ezzel az állapottal. Sőt, hát mondom így, meg tudja szokni ezt az állapotot, az Isten nélküliség állapotát annyira, hogy még a boldogulását is keresni és megtalálni véli benne. Bele tud szokni mindenki a maga természetesnek vagy vakságába, és keresi boldogulását, a nyomorult, az Istentől elszakadt ember, és próbál életképes lenni a maga szintjén, kiaknázni azokat a lehetőségeket, amiket meg tud ragadni. A történetünkben szereplő vak is boldogul, idézőjelben teszem a maga módján. Hát azért csak elevickélt valahogy eddig, bár vakon született. Valahogyan túlélte ezeket a nehézségeket. Azt is tudjuk, hogy még meg is maradt egy összefüggésben, van például családja. Az, hogy mennyire áll mögé a családja a nehézségeknek, az egy másik kérdés, de alapvetően azt elmondhatjuk, hogy van családja. Hát oda hívták a szüleit és nyilatkoztak róla. Látása ugyan nincs, de egyébként megvannak az élethez szükséges egyéb szervei és adottságai. Tudjuk róla, hogy még járni is tud. Hát mondja, hogy még tájékozódási képessége is van. Hát el tud valahogy menni onnan az útszéléről, egészen a Siloam talál. Mai modern kifejezésével mondhatnám, hogy kompetenciái vannak ennek az embernek. Vannak dolgok, amiben egyáltalán nem kompetens, de egy csomó mindenben meg kompetens. Sőt, nem csak kompetens, hanem egy kompenzálni is tud. Azt tudjuk, hogy amikor valakinek valamilyen testrésze meghibás, ami nem működik, akkor a többivel ezt megpróbálja szintre hozni. Annyira működik ez az ember, ennek az élet, annyira boldogul, teszem idézőjelben, hogy még munkahelye is. Még keresete is van, hát ott. Ez egy munkahely volt abban az időszakban. Kikerült valahogy oda reggel, és ott volt egész nap. És begyűjtötte a pénzt az arra járóktól. Ott van valahol ez az ember, keresi a pénzt a templomhoz vezető út mellett. Ez már önmagában is mennyire kifejező kép. Ott van valahol, lehet, hogy csak el kellene indulni valamelyik irányba, de megszokta maga helyét. Ahogyan a vakember nagyon meg tudja szokni azt a környezetet, ami állandóan körülveszi. Emberünknek van kapcsolatrendszere, nem csak szülei vannak, hallottuk, hanem még a szomszédok is ismerik. Van, aki felismeri, amikor találkozik vele, aztán utána meg nem ismeri fel az ismeretségi köre.
és ahogy az előbb is mondtam, van helyismerete, talán még a munkahelyére is képes önállóan elevickélni valahogyan. Mert már annyiszor bejárta ezt az időt, ezt a távolságot. Mindebből összeáll előttünk egy egészen autonóm, egy viszonylag életképesnek tűnő léptengetés, amiben az ember döbbenetes módon bele tud szokni. És annyira benne van az ember, hogy még kívülről nézve sem választható szét egyértelműen, hogy a szerencsétlen ember maga az oka annak, hogy ilyen nyomorult, vagy már megörökölte ezt az állapotot, és ezt kaptál vissza, gondolj bele, a tanítványok is ezt kérdezik, hogy ő védkezett, hogy a szülei, miért van ez így? Ez a nyomorúság, az Istentől való elszakadottság, de közben egy csomó mindennel felszereltség, ez egy közös bázis. Ez egy olyan állomás, amit mindenki megjár, még akkor is, hogyha Isten végtelen kegyelméből nem mindannyian születünk testi vaksággal vagy más fogyatékossággal, de mindannyian erről a pontról indulunk az életünkben Istentől elszakadt emberként. Ennek a szakasznak az egyetlen valódi pozitívuma, mert a boldogulás az legfeljebb vigasztalása, de nem pozitívuma ennek a szakasznak. A pozitívum az, hogy az Úrnak még a nyomorult emberrel is pozitív szándéka van, és terve van. És ez a pozitívum vezet át a második szakaszba, amit ki akarok emelni a történetből, az Istennel való találkozás a kapcsolatfelvétel fázisában. Ennek a mozgatója és kezdeményezője, annyira szépen látszik ez a mai történetben, az Úr maga, az ember ugye ott van a maga helyén, a maga megszokott helyén, ahogyan mi is állandóan a megszokott helyeinkre járunk, tehát a templomban is mindig megszokott helyre jön le, és ez egy nagyon nagy dolog, hogy már van megszokott hely. Ott van mindenki a maga helyén, és az Úristen nem kerüli el a maga helyén levő embert, nem kerüli el a nyomorúságban vegetáló embert, közeledik hozzá, arra is megy, ahol a koldus éppen az életét éli, belép az élet terébe, üdvözítő szándékkal és kegyelmével. És ez nem csak a történetben szereplő vakon születetre vonatkozik, hanem mindenkire. Rád is, rám is. Az Úr részéről, mifelé, ott van a nyitottság. Ő kész újra és újra arra járni, ahol mi vagyunk. Az egy másik kérdés, hogy nem egyszer tényleg vakon születettek vagyunk, és el vagyunk foglalva, ahol mi ott van előttünk. Észre se vesszük, ahol ott van. Ő nyit a kapcsolatra, mi pedig még mindig süketek és vakok vagyunk rá. Pedig ő nagyon nagy érzékenységgel, hozzánk közeledve, ránk tekintve lép hozzánk. Úgyhogy bár még látni nem tudjuk, valahogy mégis érezteti velünk, hogy ő közele van. Lehet, hogy csak annyi a sejtésünk Istenről, hogy van valaki, kell, hogy legyen valaki, aki fölöttünk van. Lehet, hogy annak a vakon születésnek is ennyi volt először a benyomás, hogy itt van valaki, aki fölöttem áll, és beszélget valamilyen dolgokról. De én nem értek ugyan, de van valaki. Azután viszont eljöhet a pillanat, amikor már érezzük, hogy aki fölöttünk van, az nem negatív szempontból néz rám. Aki találkozott már koldussal, az tudja, hogy milyen érzéseket vált ez ki belőle. Főleg, amikor rendszeresen találkozik koldussal. És nem mindig a pozitív alaprezgés az, ami ott van benne. Tudunk néha szinte már dühösen. Miért nem minden azt csinálják más? Ugye? És az Isten részéről pozitív a hozzáállás. Nem ítélkezik, hanem üzen, valamit közöl erről az emberről, és esetleg neki is, velünk is itt van az Úristen, arra jár, ahol vagyunk, nem ítélkezik fölöttünk, hanem üzen, mond valamit rólunk, esetleg hozzánk is szól. Amikor elkezdünk ebbe az irányba fülelni, akkor először még talán nem értjük. Aki elkezd Bibliát olvasni például, vagy Isten tiszteletre járni, az elején nem biztos, hogy érti. Ez most miért történik? Miért ülnek le? Miért állunk fel? Mit jelentenek ezek a furcsa szavak? Kegyelem, meg békesség, meg áldás, hasonló. Az ember először nem érti. Hát nem tudom, hogy belegondoljunk-e magunkat egy pillanatra ennek a vakon születettek az életében, miről beszél Jézus ott fölötte? Világosságban beszél. Ameddig a világban vagyok, a világ világosságban vagyok. Mikor látod ez a szerencsétlen világosságot? Soha. Hát vakon született. Meg a sötétségből, de hát ezt meg mihez viszonyítsa? Szólnak a szavak az ember fölött, keresi az Isten a kapcsolatot velünk, mi pedig ott vagyunk, és az elején nem értjük, és
ez a rossz, amit az előbb már kiemlítettem, hogy kiemeltem, hogy nem egyszerűen hajlamosak vagyunk bennmaradni ebben az állapotban. Hát én ezt nem értem. Én legalább foglalkozom. Értelmezhetetlen első lépésben talán az Isten kapcsolat felvétele. De azután valahogyan mégis összejön, hát nézzünk körül saját magunkon, valahogy összejött, hogy az Istennek sikerült felvenni velünk a kapcsolatot. Hogy szavak, tettek, vagy egyszerűen az Úr jelenléte volt, az azt nem tudom, ezt mindenki nézze meg a maga életében, de valahol egy megtapasztalt érintés, egy megérintettség születik. Ritkán ugyanúgy, mint a vakon születettél. Ez azért nem mindenkinek adatik meg, hogy Jézus a maga lényegéből nagyon drasztikusan fejezi ki a történet, a saját nyálából tere, hord, a mindenható Isten, aki földi véle, DNS-t vett magába, és ezt a DNS-t összekeveri a földi porral, és ezt teszi rá az emberre. Nem így történik, de valamilyen módon megtörténik, és belőle minden más, minden élettörténet más, ilyen más, mint az enyém. Az Isten valahol megérint, kapcsolatba lép velünk, és ez a megérintettség minden esetben megindító, valamire indít. A vakon születettet szó szerint arra indítja az Úristen, menj el a silván találhoz. Itt is mondhatnám, hogy olyan teljesítményre biztatja, ami magától valószínűleg nem tud volna eszébe. Mit csináljon ő a silván találhoz? Miért menjen arra? És lehet, hogy nem engedelmeskedünk első szóra, még jó, hogy az Úristen nagyon türelmes velünk, és újra lehajol, és próbálja a kapcsolatot felvenni velünk nagyon sok mindenen keresztül. De valamit azért érzünk az impulzusból, ami arra mozdít, hogy vonuljunk be a vele való kapcsolatba, engedelmeskedjünk, akár még saját elképzeléseink dacára is. Kapcsolat érezhető abban, amikor érzed az Isten közelségét, valahol ott van. Néha egy súlyos életeseményben érzed, hogy ott van valahol az Isten, és megőrzött téged, hallod esetleg az ő szavát, esetleg értesz is már belőle valamit, mert abból alakulhat ki utána a beszélgetés az Istennel, amikor az ő szavát meghallod, és mozgulsz is abba az irányba, amit ő mutat. Hát ez a második szakasz a hitfejlődésben, amikor az Úr kapcsolatban lép velünk, kapcsolatot kínál, és elindul az ember a vele való összefüggésbe. A harmadik szakasz pedig az életünk folytatása az Úrral való kapcsolatban, és ez egy fejlődés önmagában is. Ennek nyomán a kapcsolat is, és az ember élete is egyre teljesebb lesz. Fokozatosan történik ez, ahogy a vakon született példáján is látjuk, az elején ő ugye szótlan volt, fölötte szóltak a hangok, ő meg se szólalt. Eleinte legfeljebb róla beszélnek, és számára magas hangok hangzanak el, utána azonban már hozzászól az Úr. Hozzászól, és ennek nyomán ő egyre aktívabbá válik, még a szóbeliség szintjén is egyre aktívabb, hiszen utána megszólal, miután elmegy a Siloám tavához, és mikor bizonytalankodnak, hogy ez most ő vagy nem ő, akkor felvállalja önmagát, és felvállalja a múltját. Én vagyok az, aki vakon születtem. Utána pedig már kérdezgetik, és ő válaszol. Egyre aktívabban megjelenik. Ráadásul hitvallásig menően válaszol. Utána miközben egyre magasabb fórumokon szólal meg, már nem is csak a szomszédok körében, hanem a farizeusok tanácsa előtt, már ő is kérdésre bátorodik. Sőt, tanításra, végén pedig eljut a krisztusi hitvallásig. Hiszed, Uram, és lenyomulva imádja Jézus, ami azt jelenti, hogy felismeri benne az Isten jelenlétét. Nyilvánvaló, hogy a vakon született hite növekszik. És ő is növekszik a Jézusra való kapcsolatban. A kezdetben mit sem tud Jézusról, utána tapasztalja a közelebbét, hallja a beszédét, érzi az érintését, követi még az útmutatását, és de például azt nem tudja, hogy hol keresse. Amikor megkérdezik tőle, hogy hol van ő, aki meggyógyított téged, akkor erre azt látsz, hogy nem tudom. Még nem jutott el odáig, hogy tudná. Azt vallja csak az Úrról, hogy hát valami ember ő, akit Jézusnak hívnak. A szép az ebben, hogy mint egy rátapint a vaktyúk is találsz, nem? Ő pedig nem még vak volt, mint egy rátapint a lényegre, mert a Jézus név azt mondta, azt jelenti, hogy az Úr a szabadító. És azt mondja, hogy egy ember van itt, egészen emberként jött volna, de ez az Úr a szabadító volt, én valamit
valamit megtapasztaltam. Aztán később a 17. versben már az a felismerés is megérlelődik benne, hogy Jézus valamit közvetít felé az Isten szabadításával. Már nem egy emberről beszél, hanem azt mondja, hogy ő próféta, aki az Istennek a szavát valahogy lehozza egészen közel hozzá. Aztán még később tovább írjuk a meggyőződése, és eltolódik a hangsúly az emberi felől az Isten felé. A meggyógyult vak itt már nem is egyszerűen csak emberről beszél, hanem arról, hogy ő Istentől való ember. Ez az ember az Istentől jött. És a történet végén, mint egy betetőzve a hitfejlődést, eljut oda, hogy az ember fiaként imádja őt. Az Isten jelenlétét fedezi fel, Istennek kiálló tisztelettel fordul Jézushoz, térdet hajt előtte, a legnagyobb úr előtt, miután tapasztalta, hogy az Úr emberi felülmúló szeretettel és gyógyulással viszonyul hozzá. Ez egy hatalmas hitfejlődés, amit érdemes megfigyelni a magad életében, hogy hol tartasz most, mert ezzel a hitfejlődéssel és az Úr felé való fordulással párhuzamosan halad egy másik fejlődés is, amiből ez nem egyszerűen elolvasható, az ember önállóságának a fejlődése, az Istenre való figyelés, szabadsága. A kiindulási állapot, és ez az Isten nem ismerő ember maradandó állapot, amiben kitartott akár a haláláig is, az a teljes kiszolgáltatottság. Akkor nem tud másban gondolkodni, csak önmagában meg akar, ami körülveszi. De Istenben nem tud gondolkodni. A vakon született ember állapota, akinek vannak ugyan saját érzései, meg szándékai, divatos szóval mondhatnánk, van egy bizonyos fokú autonómiája, öntörvényűsége, mégis kívülről mondják meg neki a tudit. Hát ez a vakember is valahogy így volt, nem? Hát megmondták, hogy itt erre, meg arra, meg itt ezt csinál, meg azt csinál, beleszokik, de kiszolgáltatott. Gyakorlatilag végtelenül kiszolgáltatott az ő körülvevők szándékának, jó vagy rossz indulatának, gazdasági fölényének, nyitottságának, közösségi szabályának, mindennek ki van szolgáltatva az ember. Nagyon kifejező a vakon született koldus szerepe. De sok vakon született, közben pedig nagy autonómiájára büszke koldus van ma is a világon. A jó hír, hogy előlük sincs elzárva a fejlődés, amit a történetünk emberi főszereplői át is megfigyelhetünk, mert kész megszólítani a kiszolgáltatott embert is az Úr, aki a fejezet végén azt mondja magáról, ezt mondja az Úr, én ítéletre jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak. És a vak ember kész az Isten látó emberré tenni. Az Isten megszólítottság és érintés nyomán pedig elindul egy szabadabb mozgás. Kívülről nézve félreérhető ennek a szabadságnak a lényege a történetünkben is, hiszen a kívülálló mit láthatott ezen az emberen, ha belegondolunk. Eddig legalább biztonságban volt, meg a neki kijelölt társadalmi helyen volt, meg védett szerepben volt ez a nyugodt koldus, most meg elindult bolyongani a Siloam tava felé, ráadásul még sáros is az arca. Hát ez egy elég furcsa dolog, nem? Kívülről nézve. Ez az autonómia. Pedig ami történik, egy hatalmas lépés a gyógyulás és az önállóság irányába. A zavaró és fájdalmas önállóság irányába, mert a környezet nem igazán tudja elfogadni azt, amikor valaki rátalál az Istennel való kapcsolatra. Azt nem egészen tudja először hova tenni. Csak azt látja, hogy valami megváltozott. A szomszédok és az ismerősök a történetben például annyira összezavarodnak a gyógyult vak láttán, hogy fel sem akarják ismerni szinte. A szülei meg, ők sem tudnak gombot varni erre a kabátra. Most mi van? Nem tudom, kérdezzétek meg tőle. Kihátrálnak külön. A meghatározó spirituális áramlatok képviselői pedig egyenesen nyomás alá helyezik újra és újra kérdezgetik. Az ember pedig növekszik a hitben. És ez, amire nekünk is így lehet számítani, hogyha az Istennel való kapcsolatra rátaláltunk, akkor az nem azt jelenti, hogy innentől kezdve aranyút van a békesség felé, hanem azt jelenti, hogy aranyút van az Istennel való kapcsolat fejlődése felé. De ez nem mindig jelent békességet, ez kérdéseket jelent, ez megdöbbenéseket jelent. Viszont nagyon jó irányba visz tovább, mert dőlekedés van az önállóságban, a frissen született szabadságában, eljut oda ez az ember, hogy felvállalja a múltját
és a jelenlétet. Mikor azt mondja, hogy én vagyok, felvállalja, hogy ilyen voltam, igen, és ugyanaz vagyok én most is. És felvállalja azt is, amit nem tud. Van, amit nem tud, nem tudja, hogy hol van Jézus. Mekkora önállóság ez a nagyokos vakvilágunkban, amelyik mindent tudni akar. Elmondani néha, hogy nem tudod. És a vakon született tényezővé és párbeszéd partnerén lövi ki magát, még a farizeusokkal is párbeszédet folytat utána, és mer állást foglalni, akár a mérvadó közszellemmel szemben is, mert azt képviselték, ami nem tudja elviselni más véleményt és közösségét. Mert Jézusra tekinteni, és vele való valódi kapcsolatban lenni, és ezt felvállalni, ami nem beszédtelen és nem divatos dolog manapság sem, ezt meg lehet igazán tenni. Mégis ez egyik legfelemelőbb dolog, ami történhet, mint az önállóság tekintetében is, hát még a hit tekintetében. Mert a teljességgel kapcsolatba került ember élete egyre teljesebbé lesz nyitottságra az örökké valóságra. Testvérek, mindannyian megvizsgálhatjuk, hogy hol tartunk éppen az Úrral való kapcsolatunkban. Az első szakaszban vagyunk, amikor az Úrral való közvetlen kapcsolat nélkül éljük az életünket, és boldogulunk a magunk módján. Nem baj, ha itt vagyunk, csak akkor ismerjük fel, hogy itt vagyunk. És merjünk nyitni az ő megszólítása felé, és lépni abba az irányba, amivel Isten kész megajándékozni bennünket a vele való kapcsolat felé, amiben egy többlet van ahhoz képest, amiben leledzünk magunktól. És találkozhatunk vele. Meghaladtuk a szavát, és magunkra vonatkoztatunk. És ez az állomás sem a végső, hanem folytathatjuk az életünket gazdagodó kapcsolatban az Úrral. A szakaszok tehát élet az Úrral való közvetlen kapcsolat nélkül, azután találkozás az Úrral, kapcsolatba lépés, és az élet folytatása az Istennel való szorosabb kapcsolat. Adja és cselekedje a mindenható Úr, hogy ez az íj rajzolódjon ki, és teljesedjen ki a harmadik állomássá a mi életünkben is. Amen. A 479-es dicséret harmadik verse legyen közös imádságunk és válaszunk az ige szavára, ami az Úr asztalához kíséri a konfirmandusokat is, Helyt Reginát, Kovács Erikát, Lenz Vandát és Mester Csabát. Mi pedig énekeljük közben, hinni tanulás, Uram, kérni tanulás. Békesség nektek! Hálát adunk az Istennek mindenkor, és könyörgünk ti értetek, hogy erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint helyes állhatatosságra. Ámen. Hálapostól szavaival köszöntelek benneteket, és köszöntöm az ünneplő közösséget is. Kérjük az ő szent lelkének jelenlétét, hogy azt az ívet, amit az imént az ige hirdetés nyomán is bejárhattunk, amit láthattunk a János írása szerinti evangélium 9. fejezetében, ki tudjátok csúcsosítani abban, hogy meghalljátok Krisztushoz tartozásokat, és ezzel erősítetek a másokat is. Keressük ki, és közös imádságként énekeljük a 369-es számú dicséretünk első, majd 9. versét. Jövel, Szentlélek, Úristen! Így kezdődik ez a dicséretünk, amelynek az első után a 9. versét fogjuk énekelni.
imádkozzunk a közösségben. Örökkévaló és mindenható Isten, aki kegyelmesen ígérted nekünk a víztől és a lélektől való születés csodáját és bűneink bocsánatát, erősítsd meg hitvalló, megváltott gyermekeidet, akik most nevedről tesznek vallást. Ajándékozz meg őket szent lelkeddel, vigasztalóval, akit megígértél Krisztusban, add, hogy növekedjenek a kegyelemben és a mi Úrunk Jézus Krisztus ismeretében. Könyörgünk hozzád, hogy a lélek ajándékai adassanak nekik bőségesen. Törzs meg őket kegyelmeddel, hogy egész életüket, testüket, lelküket, egész valójukat, mint okos Isten tiszteletüket odaszánják neked tetsző, kedves áldozatul. És ad nekik lelket bátorító jelenlétét, hogy tudjanak bennünket is gazdagítani hitvallásunkkal. Krisztusért kérünk. Ámen. Kedves testvérek, Krisztus az Úr az ő kegyelméből gyermekeivé fogadott benneteket. Konfirmációi beszélgetéseinkben és az Isten tiszteleteken való részvétel által megismertétek keresztény hitünk alapvető igazságait és református egyházunk hit gyakorlatát. Azt elmondom a gyülekezetnek, mert van, aki hiányolja a konfirmációs vizsgát, hogy nem csak a gondnokasszony jelenlétében történt egy kikérdezés, hanem minden Isten tisztelet után megbeszéltük, hogy mit értettek meg az ige üzenetéből, mert ebben mutatkozik az igazi növekedés, hogy mennyire tudja valaki összefonni a hallott igazságot a saját életére. És nagyon megnyugtató volt számomra, mint tanító lelkipásztor számára látni azt, hogy nagyon szépen haladtatok azon az éven, és úgy ki tudtátok emelni az ige üzenetét, hogy ez gyönyörűen tette a szívet, és reménységet tett lehetővé arra nézve, hogy megértitek a szavát, nyugodtra vagytok. Eljött azért most az ideje annak, hogy Isten színe előtt és a nektek eddig is keretett bölcsőt adó gyülekezet jelenlétében vallást tegyetek a hitetekről, a Jézus Krisztus vére által szerzett kegyelemről, a bűnbocsánatról, az örök élet reménységéről, aminek áldott múlványai megragadták a szíveteket. Az igaz keresztény hitről azt tanítja a mi hitvallásunk, hogy az egyrészt Isten kijelentését igaznak tartó ismeret, másrészt pedig egy Isten iránti nagy nyitottság, egy bizodalom. Az elmúlt vasárnapokon, gondnokunk jelenlétében a bizonyságát adtátok annak, hogy megismertétek református keresztényi bibliai alapjait, most pedig ünnepélyesen tehettek vallást az Istenbe vetett hitetekről, ami mindig az Úr ajándéka, és a bizodalomról, ami pedig ennek az ajándéknak a folyománya. A hitvallás három lépést fog magába foglalni. Egyrészt mindannyian elmondjátok egészen saját hitvallásokat. Az Úristen ugyanis egészen sajátos módon lép és közeledik mindannyiunkhoz. Utána ezzel a hitvallással belehelyezkedtek a református közösség hitvallásába, válaszolva a Heidelbergi KT hitvallásunk első kérdésére, és ebben már bekapcsolódhat a gyülekezet is. Azután pedig a gyülekezettel együtt, egy harmadik lépésként belehelyezkedtek az apostoli hitvallás elmondásával az egyetemes egyházba, és együtt mondjuk, hogy hiszek egy Istenben. Ez a három lépés van tehát előttünk. Arra kérlek, bíztatlak, bátorítalak benneteket, hogy tegyetek egyen-egyen vallást az általában Krisztusban megismert Istenről, pedig azt mondja, hogy Isten egészen közel jön hozzá, hogy ti magatok is közel léphessetek hozzá. Belé helyezett bizalommal, és benne való örömmel tegyétek ezt. Az Úr iránti hálával köszönjük meg, hogy gazdagítottatok bennünket ezzel a hitvallással, és hogy így vagytok itt a közösségünkben, és ebben a közösségbe olvadhatunk bele mindannyian, akik meggyőződéssel tudunk válaszolni a következő kérdésre. Micsoda tenéket életedben és halálodban egyetlen egy igaztalásod?
az, hogy mind testestől, mind lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magam én, hanem az én hűséges megváltónak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért ötöletesen elegette, és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított. És úgy megőriz, hogy mennyi atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le helyemről, sőt, inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért Szent Lelke által az örök élet felől engem is biztosít, és szív szerint készül és hajlandóvá tesz arra, hogy ezen túl ő neki élje. Ámen. A gyülekezet közösségében valljátok meg győzedelmes hitünket, a hittel megajándékozottakkal együtt mondva, hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a pokolok alatt, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölmenjen a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jöhet ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszen az egyetemes keresztény Anya Szentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig mindenkitől kérdezem, és válaszoljatok rá hallható szóval lelkiismeretet. Kijelentitek-e, hogy megmaradtok Isten szövetségében, követitek Jézus Krisztust, és vallást tesztek róla az emberek előtt? Ha igen, mondjátok, kijelentem. Kijelentem. Tegyetek hát ünnepélyes fogadalmat. Én mondom előre, és utána kérlek, hogy a nevetek hangosítására mondjátok utána. Én, Kovács Erika, ígérem és fogadom, hogy Jézus Krisztusnak igaz követője, református Anyaszent Egyházunknak, egész életemben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatkész tagja leszek. Ámen. Amen. Most azért járuljatok ide az úrasztalához, majd egyenként, majd kérjem a ABC rendben, jó? És vegyétek Urunk élő igéjét áldásként is magatokra. Regina, fogad Isten igéjét a Zsoltár könyvéből a 25. fejezet 10. verséből. Az Úrnak minden útja kegyelem és nagy hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait meghallják. Szeretettel köszöntünk megerősítés az alkalmából. Fogad a Szentírás és az emlékeket. Erika, Isten ígéje a 119. Zsoltár elejéről szól. Boldogok, akiknek útja fedhetetlen, akik az Úr törvényében járnak. Boldogok, akik megőrzik az ő bizonyságait, és teljes szívből keresik őt. Amen. Erika, Isten erősítsen tovább. Köszönöm szépen. Köszönöm. Vanda, a 37. Zsoltárban 4. és 4. verse szól. Bízzál az Úrban, és jót cselekedj. E földön lakozzál és hűséggel élj, gyönyörködj az Úrban, és megadja neked szíved kérését. Amen. Vanda, szeretettel köszöntjük.
Kapiták 5. és 6. verse. Megkerestem az Urat, és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem. Akik őre ránéznek, azok felvidulnak, és arcuk meg nem bírul. Amen. Csazad. Most pedig, mint a mi Úrunknak, Jézus Krisztusnak elhívott és református egyházunknak felhatalmazott szolgálja, a Szent Háromság Isten segítségét kérve és kívánva a gyülekezet közösségében egyházunk önálló, úrvacsorával élő tagjaival nyilvánítanak benneteket szolgatási közösségbe. Kérlek és biztatlak titeket, hogy Isten igéjét szeressétek és tanulmányozzátok. Kaptatok emlékbe és a mai napra, de ez nem egy kiállítási emlék, hanem ez egy használó emlék, ami a hitetek erősödését szolgálhatja hosszú folyamatban. Meghívlak és elkötelezlek titeket, hogy legyetek részesei az Úr Szent asztalának és a gyülekezet szolgáló közösségének. Közös áldásként Mózes 5. könyvéből, a most olvasott könyvből, a 31. fejezet 6. versét fogadják. Legyetek erősek és bátrak. Ne féljetek és ne rettegjetek, mert az Úr, a te Istened maga megy veled, nem marad el tőled, sem el nem hagy téged. Amen. Most pedig szeretettel kérem meg gyülekezetünk gondnokát, hogy ő is köszöntse a közösség nevében is. Konfirmandusok. Kedves őtiszteleti úr, konfirmandusok, kedves gyülekezet! Hálás szívvel köszönjük meg az Úrnak, hogy ide vezérelt benneteket a gyülekezetbe. Konfirmandusok, hogy ismerkedtek az Úr Jézus Krisztus életével, a mi hitéletünkkel. Nagyon fontos ez a gyülekezeti élethez. Kevésbé ismeritek meg az együttléteinket, így szeretnélek benneteket meghívni a heti minden alkalmi bibliaórákra, hogy legyetek velünk, és akkor minden ige szakasz családi és körülmények között megbeszélünk, ki mit megért, nyugodtan kérdezhetünk egymástól is, és a lelki pásztoraitól is. Szeretnélek benneteket kérni, hogy vannak közösségi alkalmaink, gyertek közénk, nagyon fontos, hogy egymás hite által épüljünk, legyetek itt velünk a különböző alkalmakon, amikor építhetjük a gyülekezetet, és szépíthetjük. Gyertek közénk a táborokba, és legyetek velünk. Szúrió de Gória, egyedül Jézus Jövőség. És így ez a szeretettel köszöntelek benneteket. Köszönjük és együtt is kérjük áldást a konfirmandusokra és egymásra is ebben a közösségben. A 134. Zsoltár 3. versét énekeljük. Megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmese. Mindenható édesatyánk, dicsőítünk, amiért a hitvallók serege szaporodhat, és segít nekünk rá tekinteni.
Dicsőítünk, amiért nem hagysz bennünket a te kegyelmed körén kívül, ahova szorítottuk magunkat bűneinkkel és született vakságunkkal, hanem befogadsz bennünket békességet áram körébe Jézus Krisztus által. Kész vagy kísérni és segíteni bennünket abból az életből, ahol nem vagyunk közvetlen kapcsolatban vele. Kész vagy megajándékozni minket a gazdagító kapcsolattal, és kísérni egészen a benned való itt megerősödéséig és megéléséig. Hálát adunk neked azért, hogy a mai napon ezt a csodálatos hívet láthatjuk igében, és ezt láthatjuk tükröződni fiatal szolgatársainkkal, ma konfirmáltak életében is. Könyörgünk cselekedt, hogy ez az ív rajzolódjon ki újra és újra, sőt teljesedjen ki mindannyiunk életében, az ő végben és a miénkben. Közösségben könyörgünk, hogy erősítsd a betegeket, legyen szó földi gyógyulásról, vagy a világból való elköltözésről. Te adj támaszt a gyászolóknak, és áld meg őket élő reménységgel. Áld meg életünket, közösségünket, áld meg hit testvéreinket. Mindazokat, akik konfirmandusból a mai napon konfirmáltá váltak. Mindannyiunkat, akik kész vagyunk hitvallóvá lenni. Áld meg kérünk országunkat, az egész teremtett és rám bízott világot, amit megváltottál Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen. Ti pedig így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön a te országod, legyen meg te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miként kellene mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És nem menj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a gyülekezet ígéretét. Született ember, aki Jézus megújított, mit szólt, hiszek Uram, és legondolva imádottak őt. Hogy Isten, hogy ennek a csúcspontnak az erejéből legyen részünk minél többször. Az Isten lelke által táplált örömben lehetett részünk az elmúlt héten is, amikor együtt lehetünk presbiteri küldésen, Krisztus megbemenetelére emlékezhettünk, majd mint egy 150 fős közösségben nyárkoszont ő családi napot ünnepelhettünk itt tegnapi napon. Ezen a helyen szeretném megköszönni minden testvér szolgálatát, elsősorban a presbiterekét, de mindenkiét, aki bekapcsolódott, úgy a háttérmunkát, mint a közös munkálkodást. Úgy legyen a dicsőség minden elvégzett szolgálatát. Örömet készítettünk a mai napra, és több örömet is, amikor az ige fényében keresztség ünneplésével és fiatalok hitvallása által is erősödhettünk az igében, Krisztus által adott szövetséget helyett János és helyett én Molnár Krisztina fiúgyermeke János megkeresztelése kapcsolán ünnepelhettük. Szeretettel köszöntjük körülben a családot, akik kettős ünnep összefüggésében is itt vannak, mert közben János nővére Regina is hitvallást tett és konfirmált. Úrunk az áldását és segítő kegyelmét kívánjuk a gyermekben való neveléséhez és kíséréséhez. Hitvallási élet a hit, Regina, Kovács Erika, Lenz, Vanda és Mester Csaba életében, és amiért dicsőítjük Urunkat. Regina, Vanda, Erika és Csaba mától kezdve gyülekezetünk urasztali közösségbe is meghívott és szolgálattal felhatalmazott tagjai. Örülünk neki, hogy itt vagytok közöttünk is, megtaláltatok itt lelki otthonotokat, legyetek is itt a gondolasszony biztatásának megfelelően. Az előttünk álló időszakra tekintve hirdetem, hogy Isten tiszteletünk folytatásaként a Filagóriába várunk szeretettel mindenkit, hogy szeretett vendégséggel is megünnepeljük a konfirmációt, és közösségben erőt gyűjtsünk az előttünk levő szolgálatokra tekintve. Szerdán, június 5-én délután 6 órától folytatódik a hitároktatás a gyülekezeti házban.
A héten pedig csütörtökön és pénteken igei sorozattal készülünk a pünkösdi urasztali közösségre, az alkalmakkal a gyülekezeti háznak termében kapnak helyet este 5 órától. Orrunk engedésérünk jövő vasárnap urasztali közösséggel koronázott istentiszteletet ünnepelhetünk Szentgyörgyóban, ez a mondhatjuk már az első olyan alkalma, amikor urasztali közösséget is gyakorolhatnak itt a gyülekezetben. Első nap tehát itt találkozunk, másnap pedig szabadtéri ökumenikus istentiszteletet tartunk a Luther téren, ugyancsak 10 órától. A hirdető táblára kihelyeztük az előttünk álló nyár tervezett gyülekezeti programjait, a testvérek figyelmébe ajánlom azokat. Külön kiemelem a családi tábort, amely Dömösön a Dunakanyarban kerül megszervezésre augusztus 22-e és 25-e között jelentkezni a lelkész irodalomban lehet. Szeretettel várunk mindenkit alkalmainkra, azokat is, akik esetleg először vannak itt, vagy ritkábban vannak. Buzdítjuk a testvéreket, hogy jöjjenek az Úristen szavát hallani közösségbe, és biztassunk, hívogassunk másokat is. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek imádságait, szolgálatát, nagy lelkű adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet életéhez és Isten dicsőítéséhez. Kérjük a testvéreket, hordozzák imádságban és szeretetben a gyülekezetet és a gyülekezeti munkát továbbra is. Az Úr pedig legyen a mi néző pásztorunk. Amen. Áldás vételére készüljünk református hitvallón írtunk Hősi Zsoltárára, a 95. Zsoltár első versével. Te benned bízunk elejétől voltam. Fennállva énekeljük ezt a Zsoltárt, úgy mutatjuk az áldást is, mert menünk békességnek ki a Gyurgyát. Szeretettel köszönöm meg minden szolgálatát a testvéreknek, beleértve Tüttős Erős Edina Puhola szolgálatát, aki gazdagította egy Isten tiszteletünket a kántor távol létében, és érezhettük azt, hogy az Isten dicsőítés zenével is folyik. Most pedig fogadjuk az ő igéjét áldásként. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, és adja neked békességet. Ámen. Áldást, békességet.